367. nap. Ma sok hír érkezik délkeletről. A Vuledárban elszenvedett sorozatos vereségek után az oroszok még egy rohamegységet gyűjtöttek össze, hogy újabb támadást hajtsanak végre, áttörjék az ukrán védelmi vonal egyik legfontosabb pontját, és láncreakciót indítsanak el. A korán beköszöntött esős évszak azonban végleg véget vetett az oroszok téli hadjáratának. Legutóbb arról számoltam be, hogy az oroszok rengeteg csapatot és felszerelést kezdtek Mariupolból Vuledárba átcsoportosítani, mert erőik a nagy veszteségek miatt kezdték elveszíteni harcképességüket. Azt is elmondtam, hogy az ukránok egy sor megelőző csapást mértek a Máriupolban lévő orosz támaszpontokra, hogy biztosítsák, hogy az áthelyezett alakulatok ne érkezzenek meg teljes létszámban és felszereléssel. Tegnap Máriupol ukrán polgármesteri tanácsadója azt állította, hogy bizonyos, korábban az orosz hátországon belül telepített orosz erők megérkeztek a Vuladár frontra. Ennek ellenére a harcok intenzitása ebben a térségben nem nőtt. Ehelyett egy videó került nyilvánosságra, amelyen egy orosz parancsnok bemutatta a Vuladárhoz közeli tájat, és elmagyarázta, hogy miért nem sikerült az oroszoknak áttörniük az ukrán védelmet, annak ellenére, hogy több emberrel és felszereléssel rendelkeznek. Felment a helyi dombra, és megmutatta, hogy milyen könnyű az alföldi falvakat ellenőrizni. Elmondta, hogy Vuladár közelében még szélsőségesebb a magasságkülönbség, és mivel az ukránoknak rengeteg kamerájuk és drónjuk van, gyorsan és pontosan tudják korrigálni a tüzérségi tüzet, ami borzasztóan megnehezíti az alföldről való támadást. A szénbányák melletti helyzetet is ismertette, és elmondta, hogy ebben az esetben bár szinte azonos magasságban vannak, ezek a kis dombok természetes erődítményként szolgálnak, amelyeket szinte lehetetlen megközelíteni. Körülbelül két héttel ezelőtt az oroszok panaszkodni kezdtek a tüzérség és a légierő eredménytelen működésére, és arra kérték a főparancsnokságot, hogy nagy kaliberű lövedékekkel rombolják le a vulladárban lévő magas épületeket. Az elmúlt héten az oroszok fokozták a tüzet vulladára. Az ukránok ennek a tűznek a szétverésére ellentámadások sorozatát indították, de úgy tűnik, hogy az oroszok igen komolyan a városra koncentrálnak. A legfrissebb jelentések szerint a támadók 203 és 240 mm-es kaliberű tűzérséget, sőt olyan nagy hatótávolságú rakétákat is bevetettek, mint a KH-59, hogy a földdel tegyék egyenlővé a várost. Orosz források szerint már több magas épület is ledőlt, azonban ezt az információt más forrásokból egyelőre nem erősítették meg. Az ukránok több dolgot is tehetnek. Először is megerősíthetik a légvédelmet ebben a régióban, hogy megakadályozzák az oroszokat a nagy hatótávolságú rakéták és a légierő bevetésében. Másodszor fokozhatják a légi felderítést a régióban, és erőiket a hatékony ellentüzekre összpontosíthatják. Egyelőre úgy tűnik, hogy az oroszok úgy döntöttek, hogy a támadó hadműveletüket felfüggesztik, és tüzérségükkel és légérejükkel minden akadályt megsemmisítenek, mielőtt április végén valahol másodszor is megpróbálják áttörni az ukrán védelmet. Röviden összefoglalva, az orosz támadó hadművelet kudarcot vallott. Az oroszok azt tervezték, hogy tavaszra elfoglalják az egész Luhanszki régiót, hogy aztán a késő tavaszi vagy nyári hadműveletek során elkezdhessenek foglalkozni Szlovjánszkal és Kramatorszkal. Ennek érdekében megpróbálták szétszórni az ukrán csapatokat azzal, hogy behatolnak a védelmükbe Vuledárban, befejezik Pachmut bekerítését, hogy lerövidítsék a frontvonalat és felszabadítsanak néhány csapatot, valamint átkelnek a Zserebec folyón Kremina előtt. Azonban nem sikerült elérni egy taktikai célt sem, nemhogy az egész hadműveletet, mert kifutottak az időből. Ma végre az egész keleti frontra megérkezett a jó idő és az eső. A héten még legalább néhány napig esni fog, így a támadó akciók sokkal nehezebbé válnak. Mire az esős évszak véget ér, az ukránok készen állnak majd egy ellentámadó hadműveletre, így úgy tűnik, az oroszok elszalasztották a legjobb esélyüket a hadműveleti szintű siker elérésére. Amennyiben hasznosnak találod a jelentésben elhangzottakat, segíts egy lájkal, like iratkozz fel a csatornára a jobb oldalon látható zászlóra kattintva, és oszd meg a jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi jelentésben.